Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Szegeden. Ahogy ez már szokásos a templomon kívüli darma beszédeinken, mondjuk el a tiszta univerzum mantráját hétszer, az Om Nám mantrát közösen. legegyszerűbb címmel bíró darombeszédünk van ma. Ildikónak legyen hála, egyetlen egy mondat. Van kérdésed? Amíg ez kiderül, hogy van-e kérdésed, addig elmondok két rövid történetet, amely valahol a kérdésekről, a kíváncsiságról és az emberi akaratról szól. Az egyik, mivel egy iskolában vagyunk, és bejövetelkor elfogott a nosztalgikus érzés, egy iskoláról szól. Ez az iskola sokszor költözött, és a neve mindig ugyanaz maradt, és én ide jártam egyetemre. Abban az időszakban, amikor az angol nyelvet magas szinten kellett volna ismerni, akkor az adott órán én kérdeztem. Kérdeztem, és kérdeztem, emellett pedig nem tanultam meg az anyagot. És Varga tanár úr Mennyei együttérzéstől áthatva hármast adott, és azt mondta a szemeszter végén, hogy tudja, ha nem jött volna be az órákra, akkor sokkal-de sokkal eseménytelenebb szemeszterünk lett volna. De mivel nem tudja az anyagot, ezért a négyes helyett hármast adok. Én boldog voltam. Mert számomra is így volt a legérdekesebb az anyag, mivel mertem kérdezni, olyan nézőpontokat lehetett fölvenni, amelyeket addig nem. És a tanár úr szenvedélyesen szerette a saját kérdéseit, az én kérdéseimet, a válaszokat, és ezáltal a, az angol nyelv újabb gyönyörű aspektusait lehetett megismerni. De mint tudjuk, ez csak része az egésznek. Nézd meg, hogy a részletek mennyire tudják az embert befolyásolni, mielőtt az egészet megismeri. Ha tudod, hogy miért jársz mondjuk egyetemre, akkor másképp kérdezel, mint az, aki nem tudja, hogy miért jár egyetemre, csak éppen tölti ott az idejét. Ha tudod, hogy mit akarsz, másképp kérdezel. És ahhoz belül látni kell először dolgokat, engedni kell a karmádat megjelenni, a személyiséget megnyilatkozni, sőt, engedni kell magadat hibát elkövetni, mert egyszerűen nem tudod, hogy mit akarsz. A második történet sárkányokról szól. Nézzük meg a sárkányt. A sárkány néha háromfejű, néha ötfejű, hétfejű, sőt, tizenhatfejű is lehet, a kilencfejűről nem beszélve. Az egyfejűek ritkák. És a nyugati mitológiában egy sárkányt megöl Szent György a lovag. A sárkány a szenvedély, a dű, a vágy, a megkötetlen, megszelídítetlen, emberi tudattalan, ezeknek lehet a szimbóluma, és Szent György a láncjával ledöfi. Egyetemi tanulmányaimat úgy végeztem, hogy egy második emeleti lakásban laktam, és szembe volt az epreskert, és ott Szent György bronz szobra, az örök létbe merevedve, minden nap, minden pillanatban leszúrta a sárkányt, akárhányszor ránéztél. Feltettem magamra a kérdést, hogy Miért van erre szükség? Miért kell megölni? Mi a baj vele? Lehet, hogy nem ismerjük eléggé? Lehet, hogy nem ismerjük szenvedélyes önmagunkat kellőképpen ahhoz, hogy meg tudjuk szelídíteni? És uram, bocsá, eltelik pár év, találkozom a koreai buddhizmus eme izváltozatával, és ott van egy gyönyörű sárkány kép, ahogy az egy nagy fej, a hatalmas nyakkal és a testtel ott van a felhők fölött, és Kvanszeum Bószál, az együttérzés bótiszatvája ott áll fehér, gyönyörű angyali ruházatában, és egy apró kis butéliát tart a kezében, az együttérzés nektárját adva a szenvedő világnak. És a sárkány boldogan hordozza. Kiderül, hogy nem megölni kell a sárkányt, hanem megszelidíteni, de ahhoz meg kéne ismerni egy kicsit önmagunkat ahhoz, hogy az együttérzés kifejlődhessen. És ehhez bizony kérdéseket kell föltenni. Mik vagyunk hát? Honnan jönnek az érzelmeink, a vágyaink, a haragunk? Mit akarunk ettől az élettől? Mit akarunk egymástól? Mivé szeretnénk válni földi inkarnációnk során? Ha ezeket a kérdéseket nem tesszük föl, akkor a sárkány idegen marad, mert nem ismered meg mélyebben önmagad. És akkor a válság pillanatában csak ledöfni tudod, mert félsz tőle. az együttérzés erejével megszelidíti a sárkányt, a leglágyabb erő, ami valaha a világon létezett, de mindent áthat. És amikor a sárkány megtapasztalja a lényegét, megtapasztalja azt, hogy miért van itt, akkor ezt a lényeget ilyen kis arany golyóbis formájában a szájában hordozza. Így, hogyha valaki eljut koreai nagy buddha termekbe, koreai Tae a nagy hős csarnoka, aki legyőzte egoitását, ott láthat sárkányokat, néha kívül, néha belül, néha csak nyaktól fölfelé, néha egész testben. Amikor egy koreai buddha terembe belépsz, akkor látod ezeket a sárkányokat az aranylabdával a szájukban, ezt jó nak hívják, szó szerint az élet eszenciája. És a sárkány ezt akarja megragadni. Ez az emberi akarat már megtisztultabb formájában, nem énesen, nem csak a saját céljait, a részrendszert akarja elérni, hanem valami nagyobban tud gondolkodni, valami fontosabban, mint önmaga ekkor válik a szolgálatra alkalmassá és a magasabb szintű tanításra méltóvá. De a megtartása az nagyon nehéz. Elérni a felébredést egy pillanat, megtartani hosszú évtizedek munkája. Az igazi kérdés az, hogy miért a buddha termekben vannak ezek a sárkányfejek. Néha azt látod, hogy az oszlop főktől kifelé mennek, Néha azt, hogy az oszlófőktől befelé mennek, hogy a keresztgerendákon teljes testtel ott vannak, és négy hatalmas sárkány, négy aranylabdával ott van a budhák fölött. Miért nincs külön sárkány terem nekik, ahogy más minőségeknek a buddhista templomokban külön terme van? Miért van a nagy hőssel, az önmagunk felett aratott győzelemmel összefüggésben a sárkány maga? Miért van a megvilágosodás megtartásával és elérésével összefüggésben a sárkány? Azért, mert akarat nélkül nem megy. Ha nem akarod, nem éred el. Ha nem szilárdulsz meg, nem tudod megtartani. De ha csak önmagadért akarod, akkor csak a saját vágyadat, haragodat és egyebelet tudod kielni, és akkor visszazuhansz. Akkor előbb-utóbb lesz egy Szent György, aki meg akar ölni mert méltatlan vagy a magasabb szintű tanításra, és így a megvilágosodottabb életre. A sárkányal tehát nincs semmi baj, de meg tudjuk ezt elidíteni. Van-e bennünk együttérzés? Lesz-e bennünk bölcsesség? És az a kis aranylabda, a jó ígyú, az a meditációs praxis nyelvére lefordítva nem más, mint ez. Amikor a hangot hallod, nincs benned gondolkodás, ezért nincs benned énség sem. Ekkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán ismerheted föl, hogy mi a dolgod ebben az életben, hogyan segíthetsz másoknak, és hogyan kaphatsz segítséget másoktól. Az egoitás illúzió, ezt mindannyian tudjuk. Nincs egy olyan egó mirigy, vagy egó szövet, vagy egó csontdarab, amit hogyha kioperálnánk magunkból, akkor rögtön elértük volna a teljes, legmagasabb rendű, felülmúlhatatlan felébredést. Az egoitás tehát nem szerv. Ugyanígy nem egy kitüntetett gondolat vagy érzelem, hogyha ezt most épp nem gondolom, akkor jó vagyok. Pedig hányszor szeretnénk ezt a meditációban elérni, hogy most csak, csak éppen erre a nagy fehér elefántra ne gondoljak. Már ott is van. Azon nyomban, próbáljuk ki még egyszer, mindenki, most ne gondolj a fehér elefántra. Ugye? Hogyha az elmédben lenne egy olyan kitüntetett hely, ahonnan az énségedet ki lehetne operálni, akkor az milyen egyszerű dolog lenne. Megtalálnánk, a megkülönböztető tudatossággal szépen kimetszenénk, és onnan boldogan mennénk tovább a nirvánába. De hát ez így nem megy. Nézd meg, hogy az énség az egy hozzáállás, Ugyanabból a kövekből van összerakva, mint a személyiség minden más része. De ezekből a kövekből te építhetsz falat, és építhetsz utat is. Ezekből a kövekből azt csinálsz, amit akarsz. A gondolataidból, érzelmeidből, beszédedből és cselekedetedből lehet egy szuper kemény egóítás, és egy gyönyörűséges, éntelen egyévált viselkedés. Rajtad múlik. A sárkány fejének az irányán múlik. Azon, hogy megragadja ezt az aranylabdát, és utána képes-e átadni más sárkánynak. Az a paradox, hogy csak akkor tudod megtartani a magas szintű tudatosságot, a világos, tiszta jelenlétet, ha ezt átmered, át tudod adni másnak is. Ha nem, akkor elszigetelődünk, akkor egyedül maradunk akkor az én a butha lehetetlen paradoxonát szeretnék megvalósítani, mert az én az az egyedüli, ami nem butha, minden más butha. És amikor a Tang dinasztia gyönyörű tanítását hallod, akár Zhu-tól, akár Unmuntól, akár zenmestertől, akkor nagy nagyon gyakran hallod, hogy mi a butha? Kérdezz meg egy fát. Vagy néha Lincsik megütötte a kérdezőt, hogy ébredjen már föl, térjen vissza a gondolkodás elé. Nehogy azt hitt, hogy az ütés az fenyítés volt, vagy urambocsát durvaság volt. Ugyanaz volt a szerepe, mint amit az előbb hallottál. Amikor az ütést hallod, nincs gondolkodás. Ez az alap. De mégis van tudat. Ezt hívjuk üres tudatnak, teljes tudatnak, egyévált tudatnak. Nevezheted akárhogy, de eredetileg nincs neve és nincs formája. Nem tudható, de tapasztalható. Ez az, ami nem a látás, nem a hallás, nem a gondolkodás, nem az ízlelés, érzelem és a többi, de ez az, ami lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik benned. Ezért az önvaló sohasem lesz azonos az önképpel az önkép mindig távol lesz az önvaló tapasztalatától, mert az önvaló nem fogható fölérzékszervekkel, az önkép pedig igen. Minél nagyobb a távolság az önkép és az önvaló között, annál nagyobb a szenvedés. Annál jobban félreismerjük magunkat, egymást és a világot. Fordítsd vissza az egyenletet, minél nagyobb szenvedést tapasztalsz magadban, másokban, körülötted, a világban, annál nagyobb a különbség az illúzió és a valóság között, az önkép és az önvaló között, a világ elképzelt működése és a valódi működés között. Van kérdésed? Mert a kérdés kinyitja a tudatot. A kérdés még kíváncsibbá tesz. A kérdés megismerést hoz. A kérdés őszintévé tesz, mert a kérdés csak is a tiéd. A kijelentések választ adnak. A definíciók meghatároznak, a dogmák börtönbe vetnek. Melyikkel? Ha mersz kérdezni, akkor mersz tudni, és mersz látni. Ez a szellemi felnővekvés útja. És ezen bevezető végezetéül a nagy kérdésről szeretnék beszélni. Ez egyetlen mondat. Mi ez? Mi ez, ami bennem kimondja azt, hogy én? Vagy ha elhallgat, akkor nem mond semmit. Mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, és a többi? És amikor ez a kérdés befelé irányul, akkor kellő kitartással és helyes módszerrel tapasztalhatjuk igazi önvalónkat, mert egyszer csak eltűnik a kérdés szóbelisége, de a kérdés maga megmarad. Mint ahogy mondhatod több éven át, hogy egyenesen, 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 de egyszer csak. Ez lesz belőle. Anélkül, hogy szólnod kellene. És akkor a tudat teljesen nyitott. Nem maradt rész, hanem egészszé vált. És ekkor tisztán látsz, tisztán érzel, tisztán gondolkodsz. És ekkor vagy képes igazán észrevenni a világot és a másik embert. Ekkor vagy képes az együttérzésre, a segítségre a bölcsességre. Előtte nem. Előtte csak a saját határaid között voltál, a saját nézeteidet hangoztattad, és szeretted volna, hogyha ezt valaki elfogadja, és ezért téged még szeretnek is. Ez egy ideig megy. Aztán nem tudunk többet hazudni magunknak, és kiderül, hogy ez tarthatatlan. Meg kell haladni. És hogy ebben az életben nem teszed meg, akkor a következő életre marad, mint házi feladat. Tehát van kérdésed? Van bátorságod hozzá, hogy föltedd? Itt a lehetőség. A kérdésem idézőjelben értendő. Olyat nem kérek. Vedd le róla az idézőjelt, és mondd úgy. Hány leborulást ér három napi elvonulás? Egyet sem. De egy leborulás csak egy leborulást ér. Mert a három napi elvonulás után a leborulások alatt érzett Mount Everest nagyságú súlyok már csak mecsek nagyságúak. El kell jutni kunhalomig. Világos, hogy ahogy a karmát dobod le, ahogy az azonosulás szűnik meg, ugye az engyakorlatok egyre könnyebbé válnak, aztán jön a következő kör, amikor a malomkerék ismét alámerül a tudattalamban, és hozza föl a hínárt, a döglött halat, a beleesett konzervdobozt és az elfeledett autógumit. Ezek mind a tudatalatti gyönyörűséges valóságod. Ezért van leborulás, éneklés és ülés. Három eltérő fegyvernem, három eltérő súlycsoport. A leborulás olyan, mint a tüzérségi előkészítés. És az éneklés olyan, mint amikor így előzönli a hadsereg a látóhatárt. És az ülés olyan, mint az utcai harc. Házról házra. Karmáról karmára nem kérek elnézést a militáris hasonlatért, tessék fölfogni, hogy ez rendkívül éles és rendkívül komoly. Vagy belül vívod meg a harcot, vagy kívül kell. Döntsd el. Azok, akik belül megvívták a harcot, azoknak kívül nagyon ritkán kell harcolni, és akkor is nagyon másképp. Tehát belül vedd észre a saját hadseregedet, a saját ellentéteidet, és légy jó hadvezér. Ezért elsőrendű olvasvány minden zen tanítvány számára szunce, vagy szuncu a hadviselés tudománya, vagy művészete, attól függ, hogyan fordították. Úgyhogy mindig a megfelelő fegyvernemet használd, és amit az egyik nem elért, azt a másik felhasználja. Légy jó hadvezér! Köszönöm. Szívesen. Mit javasolnál egy lelkes kezdőnek? Maradjon lelkes, és maradjon kezdő. De ekközben gyakoroljon. Egyre többet Igen. gyakoroljon a templomban, gyakoroljon a helyi csoportban, gyakoroljon otthon is, és ez a három együtt kiad egy olyasféle gerincet, amely közel, otthon és távol megadja az en környezetet. Nem elég egyedül gyakorolni. Nem elég csak a helyi csoportban gyakorolni, érdemes eljönni így a templomba is. De aki csak a templomban gyakorol, és otthon, meg szűk közösségben nem, az nem tudja átvinni a mindennapi életbe a dharma áldásait. Ismerd meg az ent, és ezen keresztül ismerd meg önmagad. Ez a tanácsom, és az, hogy ne add föl akármilyen rusnya nagy, sárkánynak tűnő karma leselkedik ott a sziklák mögött, vagy a mocsárból, a megoldatlanságok homályából a fejét éppen fölemeli, és rád mosolyog, kitátja a száját, és éppen belét készül harapni, és azt mondja, hogy megeszlek. Ne hidd el. Ez a saját illúziód. Úgyhogy szépen szembenézel a sárkánya, és két dolgot ne kövessel. Ne harcolj vele, mert akkor a sárkány tényleg legyilkom, erősebb, mint te. És ne menekülj előle, mert akkor utánad megy, kicsit játszik még veled, mint macska az egel, és utána gyilkol le. Ne ijedj meg, ne ijedjen meg senki a megoldatlan karmától. Inkább nézzétek meg a Tíz bika történetet, ahol az első az, hogy keresem a nyomát. A második az, hogy meglátom a bikát. És amikor meglátja a bikát, akkor csak a hátsó két lábát és a hatalmas saras tomporát látja. Épp, hogy a tehén lepény vagy a bika lepény nincs odafestve, pedig azt is oda kéne festeni, mert a saját karmánkat arról veszük észre először, hogy büdös. És nem szeretem. Olyan oldalról látom magamat, amilyen oldalról nem szeretném. És ezért a zen nem örömszerzési tudomány. Az öröm az egy melléktermék lesz több évvel később. A válságot nagyon hamar elkezdheted megoldani vele, ez így van. De nem közérzetjavító. Ezért aki ilyen nagyon gyors spirituális szénhidrátot keres, az nezen zen gyakoroljon. A semmit se gyakoroljon, csak érezze jó magát egy ideig, és amikor rájön, hogy erre képtelen, akkor lépett és akkor gyakorolhat valamit. Úgyhogy maradjál kezdő, maradjál lelkes, ekközben ismerd meg az en gyakorlatot lankadatlan kitartással, és ezáltal segítesz magadon és másokon. 2016 nyarán véletlenül bukkantam egy videódra a, a Youtube-on, és uh, én azóta hallgatom a darma beszédeket, és nagyon, uh, hát nagyon sokat, sokat adnak nekem. Türelmes természet vagy, hallod? Már voltam az eredeti fénytemplomba, uh, december 30-án. Nagyon vágytam oda. És hát nagyon vívódok. Én igazából keresztény vagyok, katolikus keresztény. De nagyon tetszik nekem az embutizmus. Igen. És hogy összeegyeztethető az a embutizmus a, a kereszténységgel, vagy, vagy akkor választanom kell nyilván. Úgy, úgy érzem, hogy választanom kell. Úgy érzed? Miből? abból, mert... Sugallat, vagy nem? Nem, nem. Ha nem sugallat, akkor az egyik videótban mondta, mert voltak hasonló kérdések, és akkor, hogy, hogy széttördeli magát az ember, hogyha több dolgot... Nem tudom, hogy összeegyeztethető összeegyeztethető, mert mindenképpen egy kicsit más katolicizmus kép és zenbuddhizmus kép, kép él. De jó hírem van, ha hibát követnél el, Isten megbocsátja. Nincs kockázat. Hát igen, én is így, így gondolom egyébként. Jó, akkor tovább. Nekem meghalt a lányom a nyáron, és valójában én feltettem akkor a kérdést neked december 30-án, és kaptam is egy választ, hogy, mert azt mondtam, hogy én nagyon szenvedek, és hogy szeretném önmagamat megtalálni. Ugye 23 évig ápoltam a beteg lányomat, egy kicsit biztos elvesztettem magam közbe, mert, mert otthon voltam, csak őre a gondoskodtam, és akkor te azt a választ adtad nekem, hogy, 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 ne csak magamon, vagy na, hogy valójában meg kell tudnom, hogy mi van a, a, születés előtt és a halál után. És hogy erre vannak tanítások. És hogy ezt a tanítást gyakorlatilag én megkaphatom az eredeti fénytemplomba? Nem. Azt ott kaphatod meg magadban. Magamban. De a templom segíthet. Segíthet. Az itteni szanga segíthet. Az nem kívül van. Mert azt mondtad, hogy még segítenem kell a lányom lelkén. Így van, ezért javasoltam az éneklést, vagy a szertartást, akár mindkettőt. Értsük meg, nagyon komoly karmák van egymással, hogyha ugyanabban a családban születünk. Életeken, esetleg életek tucatjain, százain keresztül születtünk egymáshoz. Szépen váltásban ez nem mindig ugyanaz, forog a kerék. És ezt a karmát, ezt nem ebben az életben hozta létre a lányod, meg te így jöttetek ide. És miután ő továbbment, utána ezt el kell tudni dolgozni magadban. Miért? Nem akarja sem ő, sem te ezt ilyen formában megismételni. Bármiféle dualisztikus ragaszkodás, jó vagy rossz címke, befejezetlenséget, maradék identitást generál. Ezt kell eldolgozni. Teljességgel be kell fejezni. Teljesen el kell engedni teljesen vissza kell térni abba az állapotba, hogy ő most itt nincs. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk igazából értékelni, megélni azt, hogy valaki itt van. Mert valahol mindig máshol van a jelenlétünk. Nem vesszük észre azt, aki előttünk van. Nem vesszük észre a lelkét, a testét, a tudatosságát, ezért ütközünk bele egymásba, ezért nem értjük meg egymást, ezért beszélünk el egymás mellett, egymásról, ahelyett, hogy valójában egymáshoz beszélnénk. Ehhez viszont tudomásul kell venni a köztes lét négy nagy állapotát. Az egyik a megszületés, a másik a meghalás, a két rövidebb átmenet, ez a kettő. Van a testen kívüli állapot, rendkívül keveset tudunk róla, rengeteg az elképzelés róla és van a testben lévő, a született állapot. Azt kell tudni, hogy a dharma mind a négyre ugyanúgy érvényes. Az ok és okozat törvénye mind a négyben világos, de az emberi tudat állapota nem egyenlő mértékben világos. És ezért kell az inkarnálódott állapot látszólagos korlátozottságát felhasználni arra, hogy elérjem az akadálytalanságot, elérjem a felébredett tudatot. És ekkor tudok segíteni, és tudok segítséget elfogadni. Az egyik ilyen segítség az a szertartás, az az éneklés, amelyel a lányoddal való maradványkarmát teljesen letisztázod. Ennek három lépése van. Az egyik a köszönöm, a másik a megbocsátás és megbocsáttatás, a harmadik az elengedés, elköszönés. Tehát az egyik a plusz feliratú doboz, köszönöm, és szívesen, másik a mínusz feliratú doboz, és a harmadik pedig az, amikor ezeket kiegyenlítve, ezeket középre hozva, ezeknek a természetét valójában meglátva el tudom engedni. Ezeket így csináltam, mert akkor már ugye hallgattam a darma beszédeidet, és ezt megértettem belőle, tehát elköszöntem tőle, megköszöntem, és hát úgy érzem, hogy elengedtem de azért nem vagyok benne száz biztos. További meditációra és gyakorlatra van szükség. Ilyenkor javaslom azt, hogy ne imádkozz érte vagy vele, mert akkor visszahozod. Nem szoktam. Jó. Akkor, ha az álmaidban nem köszönt be, és a mindennapjaidat nyugalomban, egyensúlyban éled, és amikor természetesen eszedbe jut, akkor marad egy picit a lélektükre előtt, és utána elengeded, elmegy magától, akkor ez egy teljesen normális gyász folyamat. Ha állandóan visszatér az álomba, hogyha állandóan imákban, fohászokban jelen van, akkor nem valósul meg ez az elengedés, és sajnos előfordulhat, hogy ez hónapokkal, esetleg évekkel késletetheti egy lélek továbbindulását a földi síkról. Holott a testből való kilépése után itt már semmi dolga. Semmi dolga. Csak energiát veszít. Semmi többet. Remélem, hogy teljesen sikerül az utat tapasztalni, azt az utat, amely vallás és kultúra független, azt az emberi természetet, amelyet nem lehet beszorítani semmilyen doktrina, vallás vagy egyéb gondolkodásmód keretei közé. És akkor úgy érzed, hogy úgy járod az utat, hogy nem ütközöl bele a szélébe, hanem egyenesen mész a cél felé. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Mi a valóság, és mi dolgunk van vele? Mit látsz? Mi van mögöttem? Egy tábla. Milyen színű? Sokféle szín van rajta. Bizony, sokféle színű tábla az előadó mögött. Ez a valóság. Mit gondolsz a tábláról? Ugye elvonja a figyelmemet. Ez az illúzió lásztisztán, tisztán, haj tisztán, tisztán, légy jelent tisztán, és ez a tükörszerű tudat a valóságot mutatja. Beindul az elmeműködés, beindul a dualisztikus képzetgyártás, kivetítés, magyarul projekció, és akkor a valóságba belekeveredik az a karma, az a szokás, amivel mi elkezdünk az illúziók világában élni. És hogy elvarázsolt kastély, vagy csodaország, ez most mellékes. Általában töredék másodperc alatt lehet mennyország és pokol, pokol és mennyország. Rajtad múlik. Tehát tessék a projekciókat megszüntetni, ne hidd el a saját dualisztikus képzetalkotásodat, belül tégy egy lépést hátra, és akkor a mozdulatlan, tiszta tükörben úgy látod, hallod, érzed a valóságot, ahogy van ahogy van a maga természetes mi voltában. Ezt a természetes mi voltát ilyenségnek nevezi a zen, szanszkritult tathatá, és ebben az állapotban lehet a világ valódi működését megismerni. Amíg az autószerelők azon vitatkoznának, de nem vitatkoznak, hogy melyik típus jó vagy rossz, addig nem tudják megjavítani az autót. Ha úgy látod azt a szerencsétlen járművet, ahogy van, akkor előbb-utóbb meg tudod javítani. Hogyan tudom megkülönböztetni a nyitottságot az össze sodródástól, az ilyen értelmetlen sodródástól? Nagyon jó. A nyitottság örömet ad. A nyitottság nem sebezhetőség, tétovaság vagy keszekuszaság. A nyitottság nem jelenti azt, hogy elveszíted az akaratodat, a határozottságodat, csak ez nem zárt, hanem nyitott. Amikor keszekuszasság van, tehát káosz van, iránytévesztés van, az nem nyitottság, az szétszórtság. Szerintem ennyi bőven elég, hogy szépen kipányvászt, hogy rövid távon legalábbis milyen lélekállapotokat nem engedsz meg magadnak. Milyen kapcsolatok esetében nem veszed fel a telefont. Ugye? Ne legyél sebezhető. Az együttérzés nem gyengeség. Szabj határokat. És ekkora nyitottság nem lesz káosz. Tud, hogy mit akarsz, tud, hogy kit akarsz. Kezdjünk azzal a határozatlanságunkkal, amikor nem tudjuk, hogy mit akarunk. El kell menni egy állatkertbe. Megállsz a ragadozó ketrece előtt, és elképzeled, hogy ott bent vagy. Az milyen? Rögtön határozott lennél, olyan gyorsan az életed védelmére törnél, olyan gyorsan menekülnél, vagy fordulnál szembe a tigrissel, mert a tigris nem csak megharap, az meg tud enni. Ugye? Tehát, hozd magad helyzetbe. Akár azon az áron is, hogy esetleg hibázol. És hogyha megfelelő helyzetbe hozod magad, akkor azon megjelenik a határozottság. Mert cselekedned kell, döntened kell, nem maradhatsz ugyanolyan, mint addig. Honnan tudom azt, hogy, vagy hogy tudom letisztázni azt, hogy valójában mi az, ami, ami, ami alapján ezeket a döntéseket meg kéne hozzam? Kapcsolt ki az önellenőrzést. És ne aggódj magad miatt. Eredetileg csak szemlélő szerettem volna lenni, de több olyan megnyilvánulásod volt, ami megszólított. Az egyik az, hogy az én előszobámba egy nagyon régi kopott Szent György kép van a sárkány viadalra kitéve. Egy családi, Légy örök, egy családi, örökség. A hadseregben. Valami módon ez került ki az előszobába, de megtaláltam itt a kupacban. A másik pedig a, ez a válasz, hogy lépjünk be a ketrecbe. Ebből eredne az én kicsit összetett kérdésem, remélem érthető lesz. Mielőtt én elkezdtem nézni a videóidat, akkor is meditáltam már, nem buddhista kontextusban, egyszerűen csak meditáltam, és így utólagosan, mintha ilyen koanokat gyűjtöttem volna magamnak, de ezeket nem tudtam, hogy azok, de fontosak voltak nekem. Az egyik ilyen, például néztem egy természetfilmet, Szokványos, egyszerű eset, egy oroszlán falka levadászott egy zebrát, és amikor vége lett a vadászatnak, a túlélő zebrák visszanéztek erre a helyzetre, hogy látták, hogy éppen fogyasztják a társukat, és az a pillanatnyi tekintet lefényképeződött az én elmémbe, amikor a túlélő zebra visszanéz, és ez nagyon megfogott, és ez beindította az én gondolkodásomat és végül hát egy hosszabb út a végét mondanám és a kérdést, hogy és sokat hallom a, a, a tiszta tükörszerű tudatra való utalást, és hogy azt el kell érni. A kérdés arról szólna, hogy ez a tudat képes-e megismerni a tudattalan, főleg a kollektív tudattalan tartalmait, vagy csak a hatásait tudja kezelni. A kérdés alanya ez a tiszta tükörszerű tudat, tehát hogy ez képes-e megismerni? Így van, így van, tehát ha az ember egy ilyen erre az állapotra eljut, mert úgy gondolom, hogy ez mindenkiben benne rejlő emberi képesség, hogy ezt a, erre az állapotba eljussunk, de, és erről is szól a kérdés, hogy képes-e a tudattalamba behatolni, és annak a valós tartalmait így, így ezáltal az emberi lényegünk en, ezt az elemét is megismerni. Csak ez képes a tudattalamba úgy behatolni, hogy ki is jön onnan. Minden más karma. Minden más vándorol a saját kényszerpályáján. Mit gondolsz a régi nemzen kultúrákban? Miért keresték a látomásokat? Legyen a szokratész vagy egy mongol sámán. Miért kellett? Azért, hogy a látó megnyilatkozzék a látáson keresztül hogy a látót, a vigyát, a látást elérjem. Mert van egy pillanat, nagyon tiszta pillanat, amikor a látó és a látás nem különbözik. Ehhez az kell, hogy a tudatnak ne legyen tárgya. De azelőtt egy tisztulási folyamaton keresztül kell mennie. Egy koncentrálódó, összeszedő, összpontosító folyamaton keresztül kell mennie. Ez a kettő szinoníma. Tehát, hogy kinyomod magadból a szennyeződéseket, természetesen összeszedettebbé válsz, és ez visszafele ugyanúgy igaz, hogyha összeszedetté, egy pontúvá szeretnél válni, ki kell nyomni a szennyeződéseket magadból. Tehát csak ez a tiszta tükörszerű tudat képes arra, hogy érdemi megismerésben és ezáltal megszabadulásban legyen részünk. Ez az eredeti tudat a buddha természet, ez már egy zen kontextus, lehetne isteni szikrának is hívni, akár. A legfontosabb az, hogy azok a koanok, amelyek számodra a kreatív paradoxont jelentik, azok tényleg transzcendens irányban megszabadító működéssel bírjanak. Csak a transzcendens irány az nagyon fontos. Az ember elszórakoztathatja magát a megoldatlanságaival, a saját kisméretű paradoxonjaival. A zen az azért nyit ki, mert nem hagy meg a saját kényelmi zónádban, hanem olyan elképesztő nagy ellentmondásokkal és dilemmákkal ajándékoz meg, ami egyszerűen elsöpri a saját kicsi, kiszerű énedet. És ezért az a javaslatom, hogy az ismeretszerzés az váljon át közös cselekvéssé. Most egy olyan helyzetben vagy, ahol a belső tapasztalatok külső kölcsönhatásban jól megtisztíthatók, és még nem halmoztat túl őket. Ha továbbra is egyedül gyakorolnál, akkor ez át fog menni egy egyensúlytalanságba, és rengeteg belső ismeret marad feldolgozatlanul. Egymás tükrében a vélemények nem tarthatók. Ha kellő ideig gyakorlunk egymás társaságában valami tiszta tanítást, az segít magunkról lefosztani a saját véleményeinket egymás segítségével. Ezt Szungszánzen mester úgy apostrofálta, hogy a darma olyan, mint egy hatalmas egy lavór víz, és a tanítványok olyanok, mint a sáros krumplik, és a közös gyakorlat, mint a keverő rúd, elkezdett kevergetni a sok-sok krumplit a nagy lavór vízben, és azok ledörgölik egymásról a sarat, meg a héjat, meg a sok-sok szennyeződést. Ez a mahajána, ezen belül ez a zen. Ekkor van az, hogy a meditációról alkotott, szükségszerűen részleges, és nem teljesen helyes kép, az darabokra esik. És ez is a tisztulási folyamat része, ezt fogjuk föl úgy. Az egyik legnagyobb trauma, amikor az ember csoportban gyakorol, hogy a véleményei nem fontosak. Hogy a közös gyakorlat, a közös cselekvés, a közös tapasztalás sokkal fontosabb, mint amit én gondolok róla. Okosan, meggyőzően, még szerethetően is, de felesleges kívánom a közös gyakorlást mindenkinek, amellett, hogy az egyénit is fenn kell tartani, de a kettőnek az egyensúlya fogja az utat kijelölni. Köszönöm a választ. Nagyon szívesen. Tulajdonképpen evel a válaszsal a majdnem az én kérdésemet is megválaszoltad. Én tulajdonképpen csak egy élményt szerettem volna megosztani. Az egyik meditációm alkalmával olyan mélyre sikerült lemenni, hogy miután tulajdonképpen fölébredtem, akkor csak egy ösztönösen az hogy hát, hogy ez ilyen jó, egyáltalán miért foglalkozunk még bármi mással. És most, hogy mondtad, hogy mert utána az lett volna a kérdésem, hogy hogyan tovább. Mert soha többet nem jött vissza ez a, ez a mélység. örülnek neki. Én is örülök. Nem vártál függővé. És most gondold el, az anonim meditátorok közösségébe e kell jönni akkor, és kigyógyulni abból, hogy ugye ki milyen mélyre ment, ott mit szipókázott, és hogy azt mennyire nem tudja elengedni. Tehát az ember vágyik erre. Igen. Mert, igen ekkor nem tud segíteni de máson én. és magán. Észrevettem, hogy azóta gyakrabban segítek másokon, gyakrabban adok adományokat. Nagyon jó, ott a láda. <síns> <síns> Nem kérdés. Ö, és akkor most azt szűrtem le az előző válaszból, hogy akkor ö, közösségbe kell ezt folytatni. Igen, ez így van, és azért annyit szeretnék mondani az erőfeszítés margójára, és nem helyett. Tisztelen mindenkinek az erőfeszítését, mert amíg erőfeszítés van, addig a sárkán röpül, és előbb-utóbb meglátja az aranylabdát, és előbb-utóbb irányba fordul. De ha nem röpül, mutogathatok neki tízezer aranylabdát, ott a kis barlangjában el fog lustizni, és várja a kaját. Ugye? Tessék törekedni. És a törekvés előbb-utóbb jó irányba fordul. Megfelelő helyet, kontextust fog elérni. Ment és jött a tapasztalat. Megjelent eltűnt. Egy, egy, igen. Akkor ez nem az, amit keresünk. Az odavezető út egyik állomása. Ez vitathatatlan. Nem kerestem, ilyet magától. És magától el is ment. El is ment. Örülj. Tehát az, ami ezáltal nyilvánvalóvá válik, az a keresés tárgya, és később kiderül, hogy az alanya is. A legrosszabb az, amikor azt mondjuk, hogy keressük önmagunkat. Nem, nem. Egy olyan önvalót keresünk, amire még nem nyíltunk rá. A kicsi én ne a saját kicsi énségét keresse, hanem merjen eltűnni, és merjen rányílni valami sokkal nagyobbra, amelyben fel tud oldódni, mint vízcsepp az óceánban. A vízcseppnek nincs kétsége, hogy a megfelelő helyre csobban be, mert az óceánban a vízzel igaz önlényegével találkozik. De a vízcsepp nem fogja azt mondani, hogy én az óceán vagyok. Akkor irány a terápia. A megjelenő és eltűnő tapasztalás, ha helyesen járod az utat, akkor világosabb tudatállapothoz vezet. Nem az ajtó és a kilincs a fontos. Az sem, hogy milyen kulcs van a zárban. Néha nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen gyönyörűen reszelt tollú kulcssal tudtuk kinyitni az ajtót. Mm -mm. Mi van az ajtó mögött? Milyen új szoba vagy táj tárult föl? Az a fontos. És aztán az, hogy merjünk visszatérni az ajtóhoz, és nyitva tartani azt másoknak. A mai ember, hogy tud felkészülni például a halálra? Sehogy. Sehogy. Még meghalni se tud. Feltölti magát a felhőbe, és azt várja, hogy majd egy újabb testbe letölthető lesz. Nem tud meghalni. Ez gyors volt. Elpusztulni azt tudunk. Az nagyon durva. Még úgy, hogy ebben a testben vagyunk, de mentálisan el tudunk pusztulni rendesen. Szét tudunk esni nullákra és egyekre hatalmas téves nézet rétegeket tudunk magunk elé vonni, már nincs meg az a rituálé, az a fajta szakrális életrend, amely felkészítene a halára. Ez még a régi paraszti világban is megvolt. Sánta Ferenc, sokan voltunk. Tessék a novellára visszaemlékezni, ez az én időmben egy normál gimnázium irodalmi szöveggyűjteményében szerepelt. Elolvasod, és beleborzong az, hogy a természethez közeli, a természettel egyé vált életmódot folytató emberek nem félték a halált, hanem keresztül mentek a kapun. Annyi téves nézettel vagyunk tele, és annyira virtualizáltuk a világunkat, hogy amikor a tényleges halál kapujához elérünk, nagyrészt csak félelemmel teli tudunk odaállni. És a félelem az itt az ismeret, a tapasztalat, a realizáció hiánya. A téves nézetek tömkelege a valóság tapasztalása helyett. Amikor a sofőr nem tud kiszállni az autóból, mert a hatpontos biztonsági övét nem tudja kikapcsolni, és látja, hogy az autó szépen futószalagon megy a telepre, ahol egy ilyen kicsi kis fém tömbé össze fogják préselni. És éppen ezért meg kéne tanulnunk megkülönböztetni a sofőrt és a járművet, a ragaszkodás, a biztonságkeresés kötelékét feloldani akkor, amikor már haszontalan, ki kell szállni akkor az autóba. Az autó megy a telepre, a sofőr meg egy újabb autót fog választani. Ehhez kéne gyakorolni a kezdet kezdetétől, az első perctől. Jó? Amikor az történik, hogy a a saját életre, illetve a környezetre át a földbolygó, és nem szeretnék már részt venni olyan ártó dolgokban, tehát akár a munkahely is egy olyan dolog, amivel tulajdonképpen azt látom, hogy árthatok másoknak. Attól függ, milyen munkát végzel. Ne menj bele a részletekbe, saját Igen. magad előtt lásd tisztán, általad végzett munka, az ártó vagy sem, és akkor váltsál munkahelyet. Magyarországon most rengeteg munkahely van, mert nincs elég munkás, úgyhogy van választék. Igen, de ha nekem egyik se tetszik. Akkor felkopik az állad. És ha nem kopik föl. Akkor van tartalék vagyonod, ehhez mi? gratulálok. Mi? Beszélgessünk egy kicsit később erről, jó. jó. Nem, én egyébként az igazi kérdésem az, akkor nem tudtam elmondani, az úgy néz ki, hogy tulajdonképpen ugye föntartunk egy olyan rendszert, ami, ami összességében nem jó. Eredetileg nincs rendszer, ezt fogd fel. Ja. Eredetileg szabad vagy, de mivel gondolatilag és érzelmileg kötődsz olyan társadalmi rétegekhez, kényszerből, érdekből, alternatíva hiányában, amelyekkel nem értesz egyet, ezért ez energiavesztességet, létbizonytalanságot, önbizalomhiányt és ilyen tüneteket generál. Nézd meg, hogy valójában mit kell tenned ahhoz, hogy fenntartsd magadat. Milyen munkát kell végezned ahhoz, hogy például egy egyszerű, világos, emberi zengyakorlattal vagy egyéb felébredés orientált gyakorlattal teli életet éljél. Mi kell ehhez? És ehhez inkább kevesebb kell, mint több. Tehát ne akarjuk a világot megváltani, mert nem lehet. Hát több tízezer éve nem lehet. Magunkon kellene dolgozni, és ezen keresztül segíteni a világon és a másik emberen. Ezt lehet. És ezt nagyon sok tanító bemutatta, hogy igen, ennek nem csak, hogy tere, ideje, helye és szüksége van, hanem egy reális alternatíva nincs. Nézd meg, hogy hányszor generáltunk forradalmat világnak ez a tája az elmúlt száz évben elképesztő mennyiségű kataklizmán, háborún, forradalmon, identitásváltáson, rendszerváltáson és egyebben ment keresztül. Mi volt az eredmény? A változások kellenek, csak a revolúció durvasága, vérvesztessége, rombolása, felesleges pusztítása helyett egy evolúció kellene, ez pedig az emberi tudat fejlődése generációról generációra, évszázadról évszázadra. Mind a kettőre van gyönyörű példa, például a Tang dinasztia Kína, Silla dinasztia Korea. Elég jól meg lehet jegyezni, mert honfoglalásunk mínusz 300, illetve 400 év, körülbelül így. Ekkor egy nagyon komoly társadalmi evolúció zajlott ezen országokban. Mellé körülmény, hogy itt a buddhista, a taoista gyakorlat volt ennek a gerince, és a konfucianizmus adott neki egy külön társadalmi formát. Ennek a háromnak a kombinációja nagyon érdekes és nagyon jó, azt mondom, tudatformákat hozott létre, nem mindig kellemeset, és nem mindig könnyűeket. De a társadalom egyben volt. Volt középosztály, volt közgondolkodás, volt közteherviselés. És mindezt úgy, hogy egy hagyományos, hierarchikus royalista, tehát császárokkal és királyokkal, fejedelmekkel bíró társadalmi rendszeren belül. Ez is mutatja, hogy nem a külső struktúra, hanem a mentalitás és a társadalom mély szerkezete, tudatformája dönti el a működését. Milyen tudatminőség van egy adott társadalomban? Ez fogja a szenvedés mértékét, illetve a boldogság mértékét meghatározni hogy az adott tudatforma mennyire megvilágosodott, és mennyire nem. Na most a megvilágosulatlan részében egyre kevésbé vegyél részt. Egyre kevésbé kell részt venni abban, támogatni azt a részt, amely látod, hogy ártó. És az evolúcióra a benső és így a társadalomban rajtad keresztül, a te magatartásodon, a te tudatosságodon keresztül megmutatkozó evolúcióban kéne részt venni, ahelyett, hogy olyan ciklusokat, olyan energiákat és olyan embercsoportokat támogatnál, amelyek szenvedést okoznak. Ezt mindenki megteheti. Ne a rendszert akard megváltoztatni, mert nem fogod tudni. Az egyik legjobb ellenpélda, ugye a forradalom mint ellenpélda, az a francia forradalom, 1789-től 1815-16-ig és indul az egész, ugye, labdaházi eskütől Robespierre, Danton, stb. stb. És mentek, 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 utána egyszer csak mindenki kivérzett, jött Napóleon, letarolta Európát, leágyúzta a Sphinxnek az orrát, külön rossz karma az összes mellett. Hogy jönnek ezek az arrogáns francia tüzérek ehhez? Hát gondoljuk már. És utána pedig viszlát, Szent Ilona szigete, lassú arzénmérgezés, és utána megint csak, egy újabb elnyomó hatalom, egy újabb király, az x Lajos hatalomra lépett. Eltert egy Szaturnusz ciklus, több millió ember meghalt, és mi volt az eredmény? Semmi. Érdemleges. Tehát ezért kell vigyázni ezekkel, mert hirtelen nagy meggyőződéssel, fantasztikus áthatással, Ideológiákkal felvért ez, hogy nekem igazán van, és jogot formálok mások életének, tulajdonának az elvételére, ez tarthatatlan, ebből elég volt. Tehát tessék, fejlődni, és másokat is segíteni a fejlődésben. És a külső pusztító változásokról le kéne tudnunk mondani, ez egyszerűen a dű kifejezése, semmi más. És ez nem pusztán békepártiság, ez nem pacifizmus, amit mondok, ez egy belső radikalizmus és hogyha belül mersz mélyre menni, akkor kívül egyre igazabb világot tudsz élni. Tessen függetlenül attól, hogy éppen mások mit akarnak tőled. Mondtad itt, hogy, hogy meg kell tisztíteni a testünket. Is. I igen, és hogy így a táplálkozásról még nem esett szó, hogy a... Nem is fog, az embuthizmus... ne is kezd el. Nem. Ne, ne, is kezd el. Jó, csak arra lettem volna kíváncsi, hogy hogy fontos-e, hogy mit táplálkozunk. Nem, nem akarom a dietetikusok kenyerét elvenni. Az embutizmushoz nem kapcsolódik külön táplálkozási oskola. Mindenki döntse el, hogy akar-e húst tenni, vagy sem mennyire van szüksége rá, vagy sem, mennyire tud lemondani róla, vagy sem, nincs kitüntetett, akár ideologizálható, akár idealizálható táplálkozási forma ehhez, annyit tud, hogy ami belőled kijön, a sokkal többet árt, mint ami belétbe megy. Kész. Úgyhogy eretesség figyelni. Én azt szeretném kérdezni, hogy ennyi tapasztalat és gyakorlás után, hogyha fölmerül benned a düh, akkor azt hogyan tudod kezelni, vagy semlegesíteni. Rögtön találok valamit tennivalót, amivel segíthetek, és abba teszem bele az energiát, az összes elégedetlenséget, irritációt, esetleg dühöt, ami egy picit megjelenik. Te említetted a gyakorlat folyamatosságát. A saját reaktív tudatodat, amelyből mondjuk a dűs is keletkezik, azt egyre kevésbé veszed komolyan, illetve egyre kevésbé azonosulsz vele. Tehát nagyon gyorsan megjelenik, eltűnik és az mögötte lévő energiát azt beforgatod olyan tevékenységbe, amelyet tényleg segítesz, mert az energia megjelent. A te dolgod, hogy atombombát vagy atomerőművet csinálsz belőle. Ha meghagyod dű állapotban, atombomba. Megszelidíted, atomerőmű. Ez a dolgunk. És ez nagyon gyorsan megy, hogyha kellő ideig megfelelő elhivatottsággal, megfelelő környezetben gyakorolsz. Egy ideje nézem a videóidat, és amíg otthon voltam, akkor addig jött egy ilyen raklapra való kérdés, hogy... És volt mindegy? hozzá villástargonca? Nem minden. Nem, nem, úgyhogy nem Na is most kell a villástargoncát velem. beszerezni a raklapnyi kérdéshez. Amúgy meg azt érzem, hogy elszalasztom a lehetőséget. Na, ez komoly. Ekkor kell vonatra ülni és eljönni a templomba, és a helyi szanga erőfeszítését maximálisan tiszteletbe tartva, nem szabad arra várni, hogy valami belül úgy átkattanjon, vagy valaki kívülről megmondja, hogy na, hát akkor most! Nem. Látod a programokat, a programok közötti időszakot is, és bármikor el lehet jönni előzetes jelentkezés után. És azt javaslom, hogy amíg az érdeklődés, vagy a belső hajtóerő elég erős, addig kell lesz meglovagolni, mert amikor a sárkány már nem akar repülni, akkor lemegy a tenger alá, és ott parolázik a halakkal. Egyet-kettőt el is fogyaszt, de a szépen a tenger alatt ott úszkál, mert a sárkány az egyetlen olyan lény, aki a barlangban, a síkságon, a levegőben és a tenger felszíne alatt is egyaránt otthon van. Merre megy a sárkányod? Tehát amíg a templom irányába akar repülni, addig kell a hátán szépen elrepülni oda. És akkor gyakorolsz. Hát lehet a kényszerhelyzetre is várni, és lehet a pozitív motivációt is felhasználni. Egy a fontos, találkozz a gyakorlattal a tapasztalat szintjén. Miért? Amennyire tényleg odaadással és szeretettel és nem kevés ráfordítással készítjük ezeket a videókat nektek, olyannyira elégtelenek azok. Tehát titeket informál a sok-sok képkocka, de ez mind csak csoki, és nem a csoki gyár. Amikor pedig eljutsz a templomba, akkor eljutsz a csokigyárba. De egyet ne felejtj, a csokigyár nem édes. A videókat nagyon jó lehet hallgatni, különben nem ülnél itt. Akik a dislike gombot nyomták meg, azok nincsenek itt, azoknak nem okozott örömet, azoknak agysejtileg nem volt édes. Ugye? Na. Viszont a csokigyár nem a csoki. Amikor arra a tudatra kéne visszatérni, ahonnan, az ilyesféle felismerések származnak, amely tapasztalat mindegyik kötőknek a lehetőségei közé tartozik, mert mindegyik kötök rendelkezik a felébredés képességével, akkor nem ezzel fogtok találkozni belül. Belül másokkal fogtok találkozni. Megszelídítetlen sárkány falkával fogtok találkozni. Úgyhogy mindenki úgy jöjjön a templomba, hogy amit ott tapasztal, az nem a videók anyaga, az a saját belső karmád. És innentől kezdve felnőttként tudunk gyakorolni. Felnőttként tudunk viselkedni. És rájövünk, hogy amit láttunk, mint a tanítás tapasztalható teste, hallható, látható, érthető teste, az fontos, de köztes, és nem a végcél, de a végcélra mutat. Ahogy ezt Ázsiában szokták mondani, ne tévezd össze azt az újat, ami a holdra mutat, a holdal magával. Én ezt ugye a Kárpát-medencének ezen részében sokkal szemléletesebben tudom illusztrálni a csoki és a csoki gyár hasonlatával. Jó? Úgyhogy gyere el a gyárba. Dolgozz. Teljesen mindegy, hogy villástargoncával emeled a raklapokat, vagy csomagolsz, vagy elosztasz, vagy éppen öntöd a csokit az a fontos, hogy tapasztald meg, hogy a saját tudatod hogy teremti a világodat. És akkor megérted azt is, hogy a többi ember tudata hogyan teremti ezt a világot, mert az kétségtelen, hogy 7,7 milliárd ember jelenlegi tudatszintje ezt a világot hozza létre, amit itt látsz. Különböző csoportkarmák gyűrűin keresztül ezt a világot hozzuk létre. Ilyen kell? Elégedett vagy? Boldog vagy? Szeretnél egy jobb világot? Akkor dolgozzál magadon. És innentől kezdve van tere ennek a gyakorlatnak. Belül is, kívül is. És ne várd, hogy édes legyen, mert akkor csalódni fogsz. Szeretettel várunk. Azon kezdtem el most gondolkodni, hogy miért van szükségünk a tanításra. Buta. Ő maga világosodott meg, és nem egy buddhista tanítónál. Hiszen ő Tehát az érdekes a... lett volna. Igen. <laughs> Igen. Viszont nekünk, akik itt ülünk a teremben, miért van szükségünk a tanításra, iskolára ahhoz, hogy fejlődni tudjunk? Miért jöttél ide ma este? Hogy tanuljak. Miért? Mit szeretnél tanulni, és amit megtanulsz, azzal mit szeretnél elérni? Nincs elvárásom ezzel kapcsolatban akkor tényleg nem tudod, hogy ezek a tanítók miért kockáztatták az életüket, sőt az egyik föl is adta, hogy tanítsa az embereket. Akkor még több szenvedés kell, és megjelenik a motiváció. Akkor pontosan tudod, hogy mit akarsz, miért járnál zen vagy egyéb spiri előadásokra, és ez egy egyszerű érési folyamat, ezen mindenki keresztül megy. És a kérdezőnk is keresztül megy rajta. Az lenne a kérdésem, hogy a halál pillanatában mit viszünk magunkkal. Amit addig hoztál. Azért is kérdezném, egy érdekes tapasztalásom volt. A munkámhoz tartozik, hogy bajba jutott emberek jogi helyzetét intézzem, és most egy olyan ügyfelem van, aki egy magasrangú állami vezető volt, és infartus kapott a szobájában, újra kellett éleszteni, kómában volt sokáig, és kijött ebből. Amíg vezető beosztásban volt, mondható, hogy megterhelte a karmáját sok negatív dologgal, család életben, magánéletben, munkában, és egy egész más ember jött ki a kómából, és amikor először beszélgettem vele, a, az első megnyilatkozása az volt, hogy nagyon jó érzés volt meghalni hogy milyen pozitív, tehát az egész mostani lényét áthatja, nem, tehát a betegsége megmaradt, az agyának a, a, a egy jelentős része elhalt, mégis képes szinte csodálatos módon ö, normális emberi létezésre, mert le mondtak róla, és úgy tűnt volna, hogy ha ez az ember akkor ott nem jön vissza és meghal, egy másik ember távozik, ez az ember meg nem ugyanaz az ember, és és neki egy abszolút jó élmény volt. Persze nem halt meg, de, de klinikai halál állapotában volt, és egy abszolút pozitív élményként élte meg, úgy, hogy akár lehetett volna tartani valója a túllépéstől, hogy egy, egy megterhelt karmát visz magával, és ebből fakadna a kérdés, hogy igazából akkor tényleg mit viszünk magunkkal. Először is különböztessük meg a komát, a klinikai halált és a tényleges halált. Ez a három nem ugyanaz. A kómában nincs éberség, és van testhez kötöttség. A klinikai halálban van éberség és testen kívüli tapasztalás, úgy, hogy a testhez kötöttség megmarad, és a tényleges halál állapota az úgy kezdődik, hogy a testhez való kötődés megszűnik és restaurálhatatlan, és ekkora a tudat keresztül megy sokféle fázison, ezek egy része éber, éberebb, a többi kötöttebb, sötétebb. Javaslom, hogy nézd meg a iránytűnek azt a tanítását, amelyet itt már páran ismerhettek, és a videók között is szerepel. Akkor, amikor a lélek megszületik és fölveszi a testet, kialakul 8 tudatszint, az első öt, 5, az öt az 5 fizikai érzékszerv, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A hatodik, a fogalomalkotó elemző gondolkodás, a hetedik a megkülönböztető ítéletalkotó gondolkodás, a nyolcadik a tárház emlékező gondolkodás. Az emlékező és a megkülönböztető az az a lélek, amiről nagyon sokan beszélnek, de nem tudják, hogy mi az. Ennek a léleknek a funkciói kiterjednek a további hat által és ezért is szeretnénk annyira megszületni, ezért szeretne a sofőr a kocsiba ülni, hogy ezek a képességek, mint látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és tudatos gondolkodás, ami az agy kell, rendelkezésre álljon. Amikor meghalunk, akkor a kocsi megy a telepre, és ez az első hat, ez kifut alólunk. A hetes és a nyolcas, ez a lélek. Ennek a tartalmát viszed tovább, és a tartalmába beépített megkülönböztetéseket, irányvektorokat, akaratot, identitást, minden felhalmozott karmát, amelyhez duális viszony köt. Fordíts vissza, minden olyan érzékszerű tapasztalás, gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet, amelyhez dualisztikus viszony köt, akár pozitív, akár negatív, az identitásod része. Miért? Mert megkötötted kihúzott belőle a pozitív és negatív reflexió csapszegét, és a maga ilyenségében látod, lefűződik az igazi önvalódról, mint rárakott identitás réteg, és megszabadulsz. De mivel ezt nem érjük el adott inkarnáción belül, ezért a lélektartalmat, mint felvett identitást visszük tovább. Tehát amit megkötött, ami vév vált, ami a 7-es, 8-as tudatrészben, mint lélektartalom ott van, nem csak, hogy azt viszi tovább, hanem pontosan olyan irányba megy, amit a hetes eldöntött, mint megkülönböztető tudatosság, mint identitás formáló tudatosság. Tehát, hogyha tudni akarod, hogy miért születtél ide, akkor most már láthatod, hogy pontosan azért, mert a lelked ide hozott. Ebbe a testbe, ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába. És az, hogy ez megtörtént, az a semmi baj. De érdemes följebb ébredni, hogy egy kicsikét világosabb tudatossággal vezéreljük ezt az egészet a következő életbe. Miért? A buddha természet, vagy tiszta tudat, ez a tiszta tükörszerű valami, amiről beszélünk annyit, de nagyon keveset tapasztaljuk, ez nem egyenlő a nyolc bármelyikével, vagy bármely összetételével sem. Nem egyenlő ezekkel ezt vessük be. A 7-es, 8-as a szoftver, az első hat a hardware, és mi pedig az operátort keressük. Tehát sem a test, sem a lélek nem egyenlő igazi önvalóddal. A buddha alaptanítás az anátman vagy nem én tana, a nem azonosulás tana, az igazi önvaló eredeti születetlenségének tana. Nézd meg, az ezt jelenti. És pontosan azt visz tovább, amit megköt. És amit tovább visz, az köti meg őt is. Oda-vissza működik. Mindenki látja, hogy mennyi házi feladatot hozott ebbe az életbe. Azt is láthatod, hogy mennyi erényt hoztál az életbe. Az erényeid, a képességeid, azok a szabadságfokok, amelyeket elértél, a boldogságfokai. A kényszer láthatóan a szomorúság, a boldogtalanság, a megoldatlanság forrása. Valójában mindegyik csak karma, és az egyikből lehet a másik. A gyönyörű tehetséget démonná változhat, és a korábbi kötöttségeit feloldása képességé, lehetőségé is változtatható. Melyiket szeretnéd? Ez viszont tudatszint kérdése, tisztánlátás kérdése, és a tisztánlátás itt lefordítandó a nem azonosulás állapotára is. És a nem azonosulás nem egyenlő az elidegenedéssel vagy az elszigetelődéssel. Képzeld el, hogyha azonosulnál mondjuk a zenbottal, és utána szeretnél vacsorázni. Nem menne, mert nem tudnád az evőeszközt a kezedbe venni. Tehát ne azonosulj semmilyen karmával, inkább használd a karmádat helyesen. És ez alapfeltétel, hogy tapasztald meg azt a tudatot, azt az állapotot, amely a lelket és a testet tisztán látja. És ez a tisztánlátás a mi dolgunk, ez az a vidja, amit a buddha és a pátriárkák tanítottak. Ez az, amely ide a hagyományvonalak szövevényes leszármazása során idejött hozzánk is, és ad nekünk lehetőséget arra, hogy egy minőségibb, világosabb, tudatosabb életet éljünk, és halált halljunk. Ezzel segíthetünk magunknak és másoknak egyaránt úgy, hogy a problémából a megoldássá minősítjük át magunkat munkával, Gyakorlattal és letisztulással. Kívánom azt, hogy minél többet gyakorolhassunk együtt, minél többször találkozhassunk és fejtsük ki így a darmát, hogy elérjük a felébredést és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!